Kedves nézőink, most elsősorban a középiskolából készülő diákok és szüleik figyelmére számítunk. Az Ajkai középiskolákat bemutató sorozatunkban ma este az Ajkai Szakképző Iskola Bercsényi Miklós tagintézményével ismerkedhetnek meg. Kérem, tartsanak velünk! Köszönöm a stúdióban Tölgyesi Attilát, az Ajkai Szakképző Iskola Bercsényi Miklós intézmény egységének vezetőjét. Jó estét kívánok! Estét. Az oktatásügyben végbement változások mennyiben érintik az önök intézményét? 2016. szeptemberétől változnak a képzési formák, a szakközépiskolákból szakgimnáziumok lesznek. Ez azt jelenti, hogy magasabb lesz a gyakorlati oktatás száma, óraszáma, a képzési idő 4 év, plusz 1 év a technikus képzés. A szakiskolákból pedig szakközépiskolák lesznek. Ez annyiban változtat a képzési formán, hogy a 3 éves szakképzést követően automatikusan bemaradnak a rendszerbe a gyerekek, és 2 év alatt még érettségihez juthatnak. Önöknél hogy csapódik ez le? Tulajdonképpen a szakgimnáziumoknál olyan változás nem történik az eddigiekhez képest, hogy megváltoznak az időpontok, illetve a témák. Csak abban történik változás, amit egy új képzési formát vezetünk be, ez pedig az épületgépész technikus képzés. Eddig olyan képzéseink voltak, hogy építész, faipari képzés, illetve kereskedelem marketing képzés. Ezek folynak tovább, ugyanúgy? Természetesen, csak kibővítettük ebben az épületgépészet szakirányjal. Konkrétan milyen szakmák vannak? Az építészetre a magas építő technikus épül rá, a faiparra a faipari technikus, a kereskedelmi marketingre a kereskedő, illetve az épületgépészetre az épületgépész technikus képzés. Igen, és akkor konkrétan milyen szakmákra jelentkezhetnek a gyerekek önöknél? A szakmai képzésünknek széles a palettája, 10 szakma közül választhatnak a gyerekek a szakközépiskolai képzésben. A gépészeti szakirányban hegesztő, központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelő, épület és szerkezetlakatos képzés, és itt is bevezettünk egy új képzést, a gyártósori gépbeállító. Ezt a kamara kérésére, a gazdálkodó szervezetek kérésére vezettük be, hiszen ez is hiány szakma, és hát nagyon keresett lenne ez a szakma. Itt szeretném talán még ezt mondani, többször mondták nekem már apukák, hogy hát miért nem képezünk lakatosokat, géplakatosokat. Sajnos az OK-ban ilyen szakma már nincsen az országos képzési jegyzékben, de az ipari gépész az a szakma, ami a lakatosnak megfeleltetése. Annyiban bővült itt a kínálat, illetve a követelményrendszer, hogy most már ezek az ipari gépészek, lakatosok már a hegesztést is tanulják. Régen ez nem volt. Ugye most már a hegesztés olyan, mint annak idején volt a fúrás, tehát nélkülözhetetlen. Az építészet szakmacsoportban az ács szakmát, a festőmázoló és tapétázó szakmát, illetve a köműves és idegburkoló szakmát tudom ajánlani. Itt egy jó hír az, hogy hiány szakmák lettek ezek, és ösztöndíjat is kapnak az ide jelentkező szakmákra jelentkező gyerekek. Faipari szakmacsoportban az asztalos, itt is jó hírrel tudok szolgálni, ugyancsak hiány szakma és ösztöndíjas. A villanyszerelő az még egy nagyon keresett szakma az elektronika szakmacsoportban, és a villanyszerelő is természetesen a hiány szakmák közé tartozik. Kereskedelemben pedig az eladó szakma, amire tudnak jelentkezni a hozzánk jelentkezők. Tehát akkor, hogyha jól hallgatom, jól értem önt, akkor itt nagyon jó az elhelyezkedési lehetőség a gyerekeknek, akik önöknél végeznek, hiszen ön mondta, hogy nagyon sok hiány szakmát képeznek. Nagyon jól el tudnak utána akkor helyezkedni nyilván a tanulók. Milyen a kapcsolatuk a vállalatokkal, a cégekkel? Említette ön is, hogy van, aki jelzi, hogy mit szeretnének, milyen szakmákat. Van kapcsolatuk egyébként így? Persze van kapcsolatunk vállalatokkal. Az igaz, hogy a gyakorlati képzésünket azt úgy szervezzük meg, hogy az iskola által létrehozott KFT, a Csöszi KFT képezi a tanulókat, főleg 9. évfolyamban. Ez azt jelenti, hogy már tanuló szerződés formájában tudnak akkor a képzésben részt venni a gyerekek. De hát természetesen próbáljuk tartani a kapcsolatot a különböző vállalatokkal, és azokat a tanulókat, akik egy szintvizsgán átestek, azokat már kiadjuk külső gyakorlati helyekre. Ugye az Unimontexnek,
aztán a Speedtechnek és egyéb más vállalatoknak is. A kereskedő, eladó tanulók pedig különböző kereskedelmi egységekben vannak. Én mindig azt mondtam, hogy az építőiparban jelentkező tanulók, hogyha egy kicsit szorgalmasak, akkor biztos, hogy megélnek abból a szakmából, mert festőt, köművest és ácsot mindig keresnek. Asztalost. Asztalost természetesen. Minden. Tehát ezek így összetartoznak, ezek a szakmák. És most hál' Istennek hiány szakmák is lettek, és remélem, hogy az építőipar előbb-utóbb úgy magára talál, és ugye a most jelentkező tanulók 5 év múlva végeznek elvileg, bár itt meg kell jegyeznem azt, hogy 3 év múlva is kiléphetnek a rendszerből, hogyha úgy döntenek, hogy nem akarnak érettségit tenni. És akkor mehetnek is dolgozni, mert... Akkor mehetnek dolgozni. Még talán annyit el kell mondanom, hogy nagyon fontos az, hogy az érettséginél az a könnyebbség, hogyha megvan nekik a szakmai bizonyítványuk, akkor csak 4 tantárgyból kell érettségizni, a 4 kötelező tantárgyból. Ez a szakmai tantárgy, ez jóváírásra kerül. Tehát így én azt gondolom, hogy talán még könnyebb is érettségéhez jutni. Elhelyezés, szállás, kollégium tekintetében mit tudnak kínálni? Ingyenes a kollégiumunk, a banki intézmény egységben van. Egyedül az étkezésre kell fizetni, de ott is az étkezésben is úgy tudom, hogy szociális alapon vannak könnyítések. Tehát ezt is meg tudják oldani, ha valaki önökhöz jelentkezik, nem kell bejárónak lenni. Persze. Egyébként a kollégistáknak, a jelenlegi kollégistáknak az 50%-a az Bercsényis diák. Még egy kérdés, ugye minden iskola nyílt napokat tart, hogy jobban megismerhessék a most végzős diákok, általános iskolások. Önöknél mikor vannak a nyílt napok? 3 nyílt napot terveztünk az idei évben. November 10-én délután 15 órákor lesz egy általános tájékoztató, majd azt követően a gyakorlatnak a foglalkozását nézhetik meg a tanulók, illetve a szülők. Azt követően december 8-án délelőtt 10 órakor itt ezt egy olyan széles körű kamarával összefogott nyílt napot tervezünk ugyancsak, mint tavaly, aminek nagy sikere volt, több mint 100-an részt vettek. Igaz, hogy egy totót kellett kitölteniük a tanulóknak, de értékes ajándékutalványokban részesültek. Tablettet adtunk a tanulóknak, Bluetooth hangszórót, fejhallgatót és egyéb kisebb ajándékot is. És az utolsó nyílt napunk pedig 2016. január 19, ez a vacilálóknak szól, ugye akik még nem tudták eldönteni, itt ugyancsak délután 15 órakor, hogy a szülők is el tudjanak jönni, és hasonlóan az elsőhöz egy általános tájékoztató, majd a gyakorlatnak a bemutatkozása következik. Köszönjük szépen a tájékoztatást, és minden jót kívánunk. Én is köszönöm.